Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. Szeretettel köszöntök mindenkit! Egy példátlan módon elhalasztott nyári olimpia, egy pozíciójában újra választott mobelnök, és jelenleg kérdőjelekkel teli jövő nyári tokiói játékok. Ezek azok a témák, amelyek mindenképpen válaszokért kiáltanak. Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy elfogadta meghívásomat Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, hogy első kézből kapjunk válaszokat a sportvilágot érintő sorsdöntő kérdésekre itt a Csisztus Podcastban. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a nézőket, ez itt tehát a Csisztus Podcast, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Kulcsár Krisztián a meghívásomat. Szervusz, elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Nos, hát ha először annyit mondok, hogy 2020, akkor erről a számról mi jut az eszedbe? Az idei év jut róla az eszembe, és hogyha a jövőre kérdeznéd meg, akkor is remélem, hogy miközben lesz bennem egy fájdalom, meg az elmaradt ügyek, lehetőségek fognak eszembe jutni, de azért nagyon bízom abban, hogy ahogy majd múlnak az évek az én életemben, és erre visszatekintek, erre a 2020-ra, akkor az íz, vagy az érzet, vagy érzület, amit én a 2020-hoz társítok majd, azért az nem lesz annyira negatív, mint amennyire ez úgy körbelengi most. Most az nagyon, aha, igen. Ahhoz, hogy az egész évről tudjunk egy kicsit beszélni, vissza kell mennünk az időbe, méghozzá március 24-ére, amikor Thomas Bach, Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, sokak szerint egy kicsit késlekedve bejelentette, hogy elhalasztják a tokiói olimpiát. Akkor még az nem is hangzott el, hogy mikorra, akkor még voltak szenáriók, hogy talán őszre, talán. Hát ugye most már tudjuk, hogy gyakorlatilag egy nap módosítással pont egy évvel későbbre. Amikor ez így napvilágot látod, először milyen aggodalmak fogalmazottak meg benned? Ugye, ha visszamegyünk erre a tavasz, és igazából azért hagyj kössem át az előző két mondatomat erre a mostani kérdésedre, hogy a sport és az olimpia szempontjából az év, én azt hiszem, hogy egy pozitív év lesz, vagy ahogy ezt a nemzetközi olimpiai család, meg a NOB, meg a japánok ezt kezelték, az a végén egy sikertörténetté kovácsolja a dolgot, a nem változtat az általános lehangoltságon, meg depresszión, ami ezt az évet körülveszi. Ha visszamegyünk ennek a tokiói olimpiának a történetében, ahogy te mondod, március, akkor valóban elhangzott egyfelől egy, na, akkor ezt elhalasztjuk, bejelentés a NOB részéről, de utána nagyon, nagyon kicsi idő telt el, nem tudom, egy hét vagy tíz nap, amikor felszállt a füst, és az az info is napvilágot látott, hogy egy évvel, szintén, ahogy mondod, napra, egy nap differenciával egy évvel halasztják el az olimpiát. Ez az egész így jó hír volt. Ugyanis, hogy jó hír lett. Ugyanis az benne lehetett a pakliban, hogy az olimpia nem kerül megrendezésre 2020-ban, hiszen láttunk már ilyet egyébként, még akkor is, hogyha nem járvány miatt, de más okok miatt láttunk, nem túl sokszor, háromszor az elmúlt 130 évben. De olyat, hogy elhalasztottak volna egy olimpiát, tehát megrendeztek volna, csak nem azon a nyáron, amikor egy nyári olimpiát meg kéne rendezni, arra még nem volt példa. Tehát én azt hiszem, hogy az a történelmi szerencsés együttállás, hogy ezt az olimpiát pont a japánok rendezik meg, akiknek ennyire fontos az olimpizmus, akik egyébként olyan gazdasági, vagy olyan pénzügyi eszközökkel bírnak, és olyan elszántak, mint amilyen elszántak ők, és olyan fegyelmezetek, és egyáltalán a képességük is megvan arra, hogy megcsinálják, amit szeretnének, meg a szervezettségük. Tehát ha ez az együttállás nincs meg, akkor az, hogy... Rosszabb vége is lehetett volna ennek a történetnek? Akkor ezt lehúzzák ki, besorszámozzák, hogy a... Az elmaradt olimpiát. És nem rendezik meg, és akkor Párizsra lehet készülni. A te fejedben mik voltak az első aggodalmak? Úristen, a lefoglalt szállásaink, úristen, a repülőjegyek. Te jó ég, hány magyar sportoló, esetleg éremesélyes fogja abba hagyni
ebben az egy évben, amíg esetleg újra szőnyegre léphet, vagy oda léphet majd a pástra, vagy a medence rajtkövére. Tehát mik azok, amik ilyenkor átfutnak egy olyan pozícióban lévő ember fején, mint amit nyilván te feladatként most ellátsz és betöltesz? Ugye kettő iránya volt a teendőknek, onnantól kezdve, hogy a döntés megszületett, és láttuk az utat magunk előtt. Az egyik az egy operatív, egy feladat, egy logisztikai ügy, ami... Azért az nem kevés. Most mondhatnám, hogy milyen óriási dolgokat tudunk, vagyunk képesek megoldani. Én azt gondolom, hogy ez a kisebbik nehézség. Tehát itt olyan rutinja van a mi stábunknak is, az IOC-nak is, a nemzetközi szövetségeknek is, hogy ez igazából ez nem probléma. Át kell rakni repülőjegyeket. Tehát az, ami ránk hárul. Most az, hogy a szervezőbizottság hogy oldja meg, hogy az olimpiai falu még egy évig szabad legyen, hogy az önkéntesek rendelkezésre, ez az ő problémájuk. Aha. A mi problémánk, ami egy nemzeti olimpiai bizottság szintjén jelentkezik, ez igazából nem volt gond. Jó, tehát ez egyáltalán nem egy olyan, amitől elkezdtük vakargatni a fejünket. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ott álltunk márciusban már egy tulajdonképpen megszervezett, most utazásszervezési igen. szempontból megszervezett olimpiával, és kaptunk még egy évet. Tehát ez nem igazi nehézség, ez sok tárgyalás, ez sok beszélgetés a kollégáim részéről, akik ezt azóta is csinálják, ez a kisebbik nehézség. Az, ami viszont azonnal látszódott, hogy gond lehet olyan értelemben, hogy figyelni kell, és foglalkozni kell vele, az a versenyzőknek a lelke. Uh-huh. Ugyanis azoknak a versenyzőknek, azoknak a válogatott szintű mondjuk olimpikonoknak, akik nap mint nap teljesítenek a teljesítőképességüknek a határán, abszolút. A legkisebb bizonytalanság is drámaian visszaveti a motivációkat. Tehát azzal szembesültünk, hogy valamilyen módon a felkészülésbe vetett hitet és bizalmat kell föltartani a sportokban. És igazából ez az, amivel azóta foglalkozunk, és ami a legnagyobb fókusz kapja mi részünkről. Nehezebb dolga lesz a magyar csapatnak, vagy könnyebb? Akár hogyha az érmek. Nem látjuk még. Azt tudom mondani, hogy nagyságrendileg egy olyan 150-160 fős olimpiai csapattal, most a versenyzőkről beszélek, kalkuláltunk. Egyelőre nincs okunk arra, hogy ezen a fajta prognózison módosítsunk. Jelen pillanatban még azért itt nem vagyunk, de hát ez persze még a kvalifikációk az megállt. Tehát az most jelen pillanatban... Az tulajdonképpen egy évre fölfüggesztésre került, úgyhogy azokban a sportágban, ahol még zajlanak a kvalifikációs versenyek, ott majd folytatódni fognak márciusban vagy áprilisban. Egyelőre nincs okunk azt gondolni, hogy azokban a csapatsportágban, ahol van esélyünk még a kvalifikációra, ugye a férfi vízlabdázók már kint vannak, a női vízlabdának, női kézinek van esélye, hogy kikerüljön. Nincs okunk arra gondolni, hogy ők ne csinálnánk meg, az egyéni sportágban pedig szintén még előttünk vannak a versenyek. Mi abban bízunk, hogy ugyanazzal a csapat létszámmal megyünk. Az érmek számában is van a sportigazgatóságnak egy eléggé jól végig gondolt várakozás, ez 13 ére megy előre, azt gondoljuk, hogy ez továbbra is reális. Ha menjünk egy picit még vissza a tavasztól az év eseményeit nézve kronológiában, bevallom őszintén, hogy engem Mobret rendes tagként is meglepett az, hogy június 20-án tisztúító közgyűlésre került sor a Magyar Olimpiai Bizottságban. Egyszerűen azért, mert valahogy volt egy ilyen berögződésünk, ugye, hogy általában a tisztúító közülésekre egy nyári olimpia lezárását követően kerül sor. Ebben persze az is benne van, hogy már ez a közgyűlés olyankor értékeli az elmúlt olimpiát, értékeli, hogy hány arany született, hogy szerepelt a Magyar Olimpiai Csapatnál. Ugye ilyen nem volt, mert hogy az olimpia elmaradt. Sokak azt mondták, hogy ez egy gyorsan lezavart közgyűlés volt. Ettől függetlenül nagy sikerrel, hiszen nem csak az elnök személye maradt, de gyakorlatilag az elnökség kis változtatással ugyanúgy bizalmat kapott. Szerinted alapvetően ez minek szólt, ha nem volt nyári olimpia? Igen, ez egy alaposan átgondolt ügy volt. Miről van itt szó? Itt arról van szó, itt semmifajta előrehozott tisztításról vagy közgyűlésről nem volt szó. Ezt a közgyűlést mi 2020-ra ütemeztük. Nyilvánvalóan a Tokió olimpia után ütemeztük. A kérdés ugye ott merült föl, hogy mit csinálunk akkor, hogyha alapvetően van egy 4 éves ciklusokhoz igazodó
tisztítási rendszerünk, ami benne van az alapszabályunkban, és egyébként, amit az IOC is kötelezően előír, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kötelezően előír. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az olimpia nem kerül megrendezésre. Tehát akkor ilyenkor most, ha egyik feltételnek megfelelünk, akkor a másoknak nem tudunk megfelelni. Ilyenkor mi a helyes eljárás? Ilyenkor, amit mi tenni szoktunk, amikor ilyen kérdések merülnek föl a fejünkben, akkor a mi gazdánkhoz fordulunk, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, megkérdeztük, hogy ilyenkor mi a teendő. És azt a nagyon egyértelmű iránymutatást kaptuk, hogy ilyenkor a 4 éves ciklus az, ami irányadó. Ha belegondolunk egyébként, és akkor egy gondolatjelet itt azért megnyitnék, a tagság akaratát szerintem is, meg az elnökségünk szerint is leginkább ez tükrözi, hiszen, és akkor mondok egy példát, 1936-ban ugye rendeztek Berlinben olimpiát, és utána legközelebb 1948-ban rendeztek olimpiát. Tehát én azt hiszem, hogy józan értelemben belátható, hogyha valakit 1936 őszén megválasztanak a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének, annak nem 48-ig kéne elnöknek maradni, csak azért, mert nem rendeznek olimpiát. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen a logika az kicsit hasonló volt, hiszen nem tudtuk, hogy mi lesz majd 21-ben, lesz olimpia, mikor nem lesz olimpia, ugyanakkor van egy nagyon világos, demokratikus elvárás, hogy 4 évenként történjen meg a tisztítás. Hát igazából ezért döntöttünk úgy, illetve az elnökség, hogy ahogy azt egyébként előre elterveztük, ahogy engem egyébként személyesen meg az elnökséget megválasztottak 2020-ig, úgy 20-ban csináljuk meg a tisztítást. Hát itt én azt gondolom, hogy egy nagyon prudens eljárást követtünk, és arra az észrevétel, hogy most korai vagy nem korai, tehát az év június vagy szeptember vagy október, novemberben legyen a tisztítás, meg az volt, azért jött az a válasz az elnökségtől, hogy csináljuk meg minél korábban, hogy minél nagyobb, hosszabb ideje legyen az új elnökségnek a tokiói olimpiára való felkészülésre. Bár nagyon szisztematikusan követi a Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Olimpiai Bizottság iránymutatásait, fejlődési tendenciáit, progresszivitását sok mindenben, abban nem nagyon sikerül, hogy a nők arányát egy kicsit legalább az elnökségben javítsuk. Ugye Pálinger Kata, aki egyébként akkor már a babavárásának a 3. trimeszterében járt, lehetett tudni, hogy lesz egyéb feladata, ő ismét bekerült az elnökségbe. Azt tudok, hogy én is pályáztam, viszont sokkal nagyobb eséllyel pályázott Sinkó Andrea, aki ugye a versenyzői bizottság vezetője is volt az elmúlt ciklusban. Nem megy valahogy ez át jelen pillanatban az én meglátásom szerint még a Magyar Olimpiai Mozgalom tagságán. Vajon miért? Tehát az arányszám, amit a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom törekvésként megfogalmaz, hogy egyre több nő kerüljön be akár a vezetői feladatkörökbe is, és nem csak az olimpiai versenyszámok vonatkozásában legyen ugye most már 50-50%, az itt úgy érzem, hogy nem. Ennek mi az oka szerinted? Hát nekem arról is van egy véleményem, hogy ennek mi az oka. Na. Nem tudom, hogy az mennyire... Halljuk. Nem tudom, hogy az mennyire releváns, vagy adekvát, vagy mennyire tekintem át a Magyarország kulturális mondjuk helyzetét ezen a szinten. De én a te kérdésedet... Hát ennek társadalmi gyökere is van, ha jól értem, akkor ebből... Mi más? Uh-huh. Mi más? Hát ez egy társadalmi ügy. Világos. De én nem így fogalmazok, én azt mondom, hogy katasztrófa, ami történt. Jó, tehát ebbe hogy legyek akkor én sokkal kritikusabb. Hát ott kezdődik, hogy ugye ez egy delegálási elven működő szervezet, a Magyar Olimpiai Bizottság. Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy jelenleg a 123 magyar MOB tagból, te ugye egy vagy ebben a 123, hogy most, hogy így beszélgetünk, de nem vagytok többen, mint egy tucat. Uh-huh. Tehát én önmagában azt a jelenséget, hogy a tagságnak 10%-a tartozik az egyik nemhez, már önmagában egy nagyon... Tehát Európában, ugye mi egy európai ország vagyunk, egy nehezen képviselhető, kellemetlen ügynek látom, mondjuk a nemzetközi... Egyetértek. ...kitekintésbe vizsgáljuk. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetek én személyesen is arra, hogy ez változzon. Egeret aljuttak a hegyek, jó? Tehát maradjunk annyiban, hogy az én 3 éve
vagyok ennek a szervezetnek az elnöke. Nagyon sokat teszek személyesen azért, hogy ez változon. Nem tudunk mi a Magyar Olimpiai Bizottság, és sem én sem személyesen egy kultúrát gyökeresen megváltoztatni. Tehát azon kívül, hogy elmegyek, mondom, evangelizálok, hirdetem, csinálom, nem, nagyon szomorúan látom azt, hogy sajnos, ahogy te is mondod, egyetlen egy női jelölt került be az elnökségbe. Szóval ez én nagyon-nagyon nehéz szívvel élem meg, ezt szeretném világossá tenni. Mit tudunk tenni ebben az ügyben? Azt tudjuk tenni, tetszik, nem tetszik, tehát egyébként nem tetszik, vagy mindegy, hogy tetszik, vagy nem tetszik, de sajnos ahhoz az eszközökhöz nyúlunk, ami egyébként más szervezet is nyúl, kvótákat fogunk bevezetni, nem tudunk mit csinálni. Tehát ez az egyedüli megoldás arra, hogy ezt a dolgot, mert ciki, mert kellemetlen, mert égünk miatta, jó, tehát legyen ez világos. És nagyon remélem, hogy egy nap ez természetessé fog válni, és én például a két lányomnak a szemébe is majd tudok belenézni, hogy nem csak a fiam szemébe, hogy legyen miatt rossz érzésem. Egy nagyon komoly programot készítesz elő, vagy készítetek elő, ez tulajdonképpen készül, és ebben egyik elem, bár ez ettől független, például ennek a bizonyos Magyarok Szurkolói Mágának is az elindítása, ami ehhez a nyárhoz köthető szintén, nyilván az olimpiához lett volna időzítve, hogyha éppen akkor elrajtol a nyár közepén az olimpia. Ez a magyar csapat, jó? Tehát a magyarokat úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy klubnak, mondjuk a Fradinak vagy a Barcelonának a szurkolói márkáját. Tehát gyakorlatilag nem magyar csapatnak hívjuk, magyar olimpiai csapatnak hívjuk, jó? Vagy unbelievable-nek hívjuk, ahogy a Rio olimpiai hívtuk, hanem azt mondjuk, hogy magyarok. Tehát a magyarok az a magyar olimpiai csapat, a mindenkori magyar olimpiai csapat, és ez egy filozófiai változás most, amit mi behoztunk, hogy ez nem csak a téli vagy a nyári olimpia idején működő csapat lesz, hanem ez egy folyamatos... Tehát egy szurkolói márka kiépítése zajlik gyakorlatilag, van, ugye? Pontosan. Egy közösség megteremtése emögé, ami nem csak akkor, amikor fellobban a láng kellene, hogy felélegyen, hogy jaj, hanem tartson ki gyakorlatilag olimpiától olimpiáig, ifjúsági olimpia, utánpótláskorú versenyzők, stb. Tehát a magyar olimpiai csapat mindig lesz, igen, és mindig van, nem csak az olimpia előtt, alatt és után egy héttel. Milyen a fogadtatása? Hogy érzed, hogy van ebben most valami fajta erő, vagy ez majd a jövő nyártól várod igazából? Figyelj, szerintem nagyon nehéz, mert én annyira lelkes vagyok, és annyira tetszik, és bele szerelmesedtem ebbe az ügybe, nem én találtam ki, és ezért nagyon könnyű nekem erről beszélni, hogy nem vagyok objektív, hanem teljesen szubjektív vagyok, és valószínűleg csak a jót látom benne, és nem... Szóval szerintem nagyon jó. Én abba sok energiát teszünk, hogy ez mindenki lehessen. Tehát, hogy senki ne érezze azt, hogy nem ide tartozik, vagy ez nem az övé, semmi. Nem nagyon hallok túl azokon a kritikai hangokon, hogy mit valamelyik arcolati elem valakinek nem tetszik, nincs jelentősége. Ez a halasztás, ez bizony súlyosan érinti a Nemzetközi Olimpiai Mozgalmat. Ugye gyakorlatilag azok a pillérek, legyen ez a jegybevétel, legyen ezek ugye az eladott termékek, legyenek ezek a televíziós közvetítési jogokba befolyó dollármilliók, azért ezek most bizony hát elapadnak, vagy legalábbis átmenetileg biztosan. Ugye a NOB honlapján konkrétan az van, ugye, hogy nyilván ők egy redistribúcióval, egy visszaosztással 90%-át a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz befolyó összegeknek széttolják a világba, a sportolókhoz, a sportszervezetekhez, elsősorban nyilván a Nemzeti Olimpiai Bizottságokhoz. Ez konkrétan, és ott van, nem én találtam ki, naponta 3,4 millió dollárt jelent, amit szétosztanak. Naponta 3,4 millió dollárt. Brutális összeg. Na most mennyi ez ma, amikor egy elhalasztott olimpia van mögöttünk? Jó, igen, ezt kevesen tudják, és ez pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottságra hangsúlyt fektet, hogy elmondhassa, hogy mert igazából ez egy non-profit szervezet, amelyik valóban 10%-ot tart meg a saját működésére, és 90%-ot kioszt a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak, ahogy mondod, és a Nemzetközi Sportági Szakszövetségeknek. Tehát ebből él mondjuk a Nemzetközi Vívó Szövetség, hogy csak egy példát mondjak. Mit kell erről az egészről tudni most? Azt kell erről tudni, hogy azért ez egy nagyon profi szervezet, ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
És ez a profizmus a napi gazdasági működésben azt is jelenti, hogy megfelelő biztosításokkal fedezi le a működését. Van, létezik biztosítás arra, hogyha olimpia elmarad, vagy olimpiát elhalasztanak. Most az a helyzet, hogy nem maradt el olimpia, olimpiát megrendezik, tehát semmifajta bevétel kiesése egyébként nincsen. Semmilyen, sem top partnere nem ment el az IOC-nak, sem pedig a tévébevételek nem fognak sérülni. Csak nem most kerülnek kifizetésre, tehát most az a kérdésem, hogy a működés szempontjából... Ezek elhatárolt bevételek, amik... Nincsenek kiszámolva ezek a szervezetek, hogy nekik bizony úgy kalkulálták, hogy 2020 év végén, amikor majd lemegy a Tokió olimpia, befolyik ugye a nagy televíziós közvetítési jogokból az a sok-sok pénz, akkor ők, hát hogy mondjam, hónap végén, tehát tudnak működni jövő év végéig, ha innen nézzük? Abban biztosak lehetünk, hogy nagyon komoly egyeztetések, tárgyalások és hogy mondjam, a helyzetnek való megfelelés zajlik, de én egyetlen egy olyan partnerről nem tudok, aki elköszönt volna a nemzetközi olimpiai mozgalomtól azért, mert az olimpiát egy évvel elhalasztották, és a közvetítési bevételeknek meg a világon semmi. Tehát lehet, hogy ez egy évvel később jön be a pénz, de olyan tartalékai vannak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Akkor ezt a nagyságrendet tudja tartani most az IOC? És most jön, és akkor ebből következően mondom azt, hogy mi egy Nemzeti Olimpiai Bizottság vagyunk, mi egy pennivel nem kapunk kevesebbet egyébként a ránk allokált pénzből, amit egyébként egy speciális módon kialakított kosár alapján számít ki. Ez egy olyan boszorkánykonyha, amit én nem tudok, hogy a lengyel mér ennyit kap, a magyar mér annyit kap, de mi, a mi működésünkben ebben negatívum nincs. Jó, akkor azt jelenti, hogy általánosan az egész pandémiás helyzettel kapcsolatos változás... Ez 4 évre 4 millió dollár, tehát ennyit kap a Magyar Olimpiai Bizottság. Tehát 4 évre, csak hogy ezek publikus számok, okay. Tehát mi semmit nem... Csak ezt jó az, ha halljuk, tehát 4 évre 4 millió dollár. 3,8 vagy... Jó. Gyakorlatilag látod-e azt így a horizonton, hogy azok a változások, amit azért a pandémia okozott minden szempontból, nagy vállalatok húzzák be a kéziféket, szorítják össze magukat, elsősorban a marketing költségeken, ugye húzzák meg a nadrágszíjat. Lehet változás? Lehet gond későbbiekben a sport körüli eddig megszokott finanszírozási rendszerből? Lesznek vesztesei? Lesznek tényleg a szűrőn kieső műfajok, sportágak, akikhez már egyszer nem fog eljutni később megfelelő forrás? Ezt nem látom, hogy ettől nem félek. Uh-huh. Én egy sokkal konkrétabb dologtól tartok, és az az, hogy ez a korosztály, akit ma kéne motiváltnak tartanunk arra, hogy minden nap lemenjen edzeni, mert majd lesz versenye korosztályos, ifis, erdülő, junior, felnőtt, hogy ezeket hogy tudjuk bent tartani a kézlabda teremben, a pingpong csarnokban, a vívóteremben, mit tudom-e. Szóval én azt látom, hogy a társadalom szintjén a sportolás igénye, a sportolás lehetősége az egy nehéz ügyé vált. Igen. Tehát az embereknek kisebb gondja és nagyobb annálna, hogy legyen akkor teljesen világos. A szülők azt nem tudják megoldani, hogy elmenjenek dolgozni, vagy a gyerek otthon van, az iskolába se tud elmenni, most az, hogy nem tud lemenni birkózó edzésre, most... Baj, mert nehéz a sok fizikailag frusztrált gyerekkel mit kezdeni. Nekünk nagyon nagy baj, csak a társadalom szintjén ez egy századrangú problémává válik, hogy mi van az élsporta most a családok vonatkozásában, és ez én azt gondolom, hogy ennek lehetnek drámai következményei. Arról nem beszélve egyébként, hogy nyilván lehetnek a különböző restrikcióknak infrastruktúrális negatív vonzata is. Hogy mi a helyzet az e-sport és a valódi sport viszonyával és a tradicionális olimpiai műfajokkal? Én azt tudom mondani, hogy mi ebben az ügyben is egyébként követjük a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a gondolkozását, hozzáállását. Tehát addig, amíg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem veszi föl az e-sportot az olimpiai programon, mi nekünk ez nem válik egy eldöntendő kérdését. Nekem erről van személyes vélemény, ez egy fontos ügy, leköti a gyerekeket, van társadalmi jelentősége, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gamernek lenni az nem ugyanaz, mint mondjuk versenyszerűen sportolni.
kicsit ha sarkítom a dolgokat, nagyon, nagyon sokan vannak úgy, akik azért küldik le a gyerekeiket focizni, kézlabdázni, teniszezni, vívni, tornázni, hogy ne otthon üljenek és kockuljanak. Igen, csak ugye ezek a számok, ezek a kérdés az, hogy mikor billenek át. Tehát ugye azt látjuk, hogy az a kör az nő, egyre nehezebb a gyerekeket egyébként a sportcsarnokokba azért becsábítani, legalábbis ezt hallom az edzőktől. Tehát, hogy nincs olyan aggodalom, hogy előbb-utóbb elfogy az a gyerekállomány, akiből lehet én sportoló? Hát én nem félek ettől, ez mindig gond volt. Én emlékszem arra, amikor 15 éves koromban, 1985-ben furcsán néztek rám, amikor a vizes helyen mentem az iskolába, akkor is furcsa volt, ez mindig furcsa volt, mindig van a könnyebb út, meg nehezebb út, valaki balettozni megy, valaki zenész lesz, valaki táncolni, valaki sportoló lesz. Én ebben nem látom sem a problémát, sem a verseny van, igen. Hát az nagyon jó lenne, hogyha olyan edzőink lennének a különböző egyesületek különböző szakosztályaiban, akik ha lemennek egy iskolába, akkor meggyőzően tudnak a gyerekek felé érni, és elmondani azt, hogy figyelj, ha te szeretnél őrjöngő embereket a stadionba, ami a Messinek, a Szoboszlainak, meg a nem tudom, Gulácsnak jár, akkor gyere le hozzánk a nem tudom, Vasasba focizni. Hogyha azt szeretnéd, hogy olyan úgy nézenek rád, mint a Szilágyi Áronra, vagy a Szál Szemesére, akkor gyere le a Honvéd Vivó terembe. Ha már beszélünk tulajdonképpen a boldogulásnak az elemeiről, ugye akkor azért a forrásokon kívül nagyon sokszor azt mondják, hogy a siker egyik feltétele a diplomácia, a sportdiplomácia. Ebben a tekintetben hol tartunk, hiszen azt én látom, hogy te rendkívül aktív kapcsolatot ápolsz más nemzeti olimpiai bizottságokkal is, nyilván nemzetközi olimpiai bizottsággal is. Az is roppant szimpatikus, hogy itthon tulajdonképpen nincs olyan közgyűlési sportágnak versenye, ahova téged meghívnak, nem ennél el. Tehát, hogy ebben az aktivitásod ez abszolút 100%-os. Nemzetközi szintéren van-e kíváncsiság, fogadókészség arra, amit a magyar sportdiplomácia tudott képvisel? Kicsit nehéz, tehát elmozdítanám ezt az általánosság szintjéről. Én azt mondom, hogy ha eredményesek akarunk lenni egyes sportágban, meg általában ezen a fronton, amit mi nemzetközi olimpizmusnak hívunk, akkor igenis szükség van azokra a sportvezetőkre, hivatalnokokra, akik ott bütykölnek a nemzetközi szövetségekben elsősorban. Ezt nagyon nehéz a Magyar Olimpiai Bizottság irodáiból motiválni, meg generálni. Menedzselni sem nagyon lehet? Segíteni tudunk. Én azt hiszem, hogy ez úgy kell és tud csak működni, hogy az egyes sportág megértik, hogy ez fontos, megérti a Magyar Úszószövetség, hogy rendkívül fontos az, hogy a LEN-ben vagy a FINA-ban, annak a döntéshozó bizottságaiban legyenek magyarok. Főkutatja, elmagyarázza a magyar mondjuk potenciális jelölteknek az, hogy ide érdemes erre fókuszálni, és akkor a Magyar Olimpiai Bizottság ebbe tud segíteni. Ezek informális eszközök. És legyünk most magunkkal is őszinték, mennyit ronthat a magyar sportdiplomácia megítélésén, ha olyan nevekkel kell szembenézünk, mint amit most Gyárfás Tamás vagy éppen Aján Tamás körül kialakult légkör, mondjuk így a nemzetközi sportmozgalomban azért így szétfröccse. Mi a véleményed? Nekem van erről jogászként, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz. Én azt gondolom, hogy van annyira ez a... Mondhatunk más neveket is egyébként, magyarokat és nemzetközi neveket is. Alapvetően ez egy egyéni ügy, és ahogy tehát mindenki saját magáról állít ki bizonyítványt. Én azt tudom nagyon-nagyon... őszintén mondani, hogy akkor, amikor jelenlegi vagy korábbi, mondjuk magyar, én ugye magyar ember vagyok, Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vagyok, dolgoztam Nemzetközi Vívószövetségben sportigazgatóként, szóval amikor a magyar sportvezetők neve merült föl negatív kontextusban, nekem akkor sem kellett soha lehajtott fejjel járnom. Tehát én azt hiszem, hogy mert én Mert te vagy. Mert én vagyok, és
minket, meg engem a saját működésem alapján ítélnek meg. Én azt hiszem... De gondolod, hogy Gyárfás Tamás, vagy Aján Tamás, független attól mondom, hogy szerintem két jogilag teljesen különböző esetről van szó, esete nem fogja, hogy mondjam, generálisan valamilyen fajta mázzal bevonni a magyar sportvezetőkről pontosan alkotott ezt mondom. Én azt gondolom, hogy a Sepp Blatter ügye nem festi le negatív színben a svájci sportot. Én pontosan ezt gondolom, vagy a Michel Platini személyi korrupciós ügyek a francia sportra nem vetnek árnyékot. Ezek a Michel Platinira vetnek, vagy vethetnek árnyékot. Én pontosan ezt állítom, igen, hogy amikor fölmerül magyar sportvezetőnek a neve negatív kontextusban, függetlenül egyébként attól, hogy igaz, nem igaz. Hát ezt akarom mondani, hogy több esetben a Platternél is ugye még a vizsgálatok eredménye meg, amit meghoz meg. Tehát ugye leginkább az a probléma, hogy mire kiderül valóban, hogy ezek az ügyek milyen ügyek voltak, addigra már egy koncepció felállhat. Kérdés, hogy igen, de mekkora de valóság alapja. Mondani, hogy az egyéni érdemek, az egyéni teljesítmény az, ami és a végén elkülönül. Mennyire szerencsés egy MOB-elnök időszaka, vagy mondjuk így irányítása alatt, hogyha olyan korszakos jelenségek töltik meg a Magyar Olimpiai Mozgalom, mondjuk így sikerlapjait, mint amilyet Hosszú Katinka, Szállét, vagy Kozák Danuta, vagy Szilágyi Áron. Tehát szerencsés időzítése, vagy pedig, ha a vezetői oldalról nézem, nehéz dolog ekkora egyéniségekkel együtt dolgozni? Egyáltalán nem. Ja, tehát én nagyon örülök annak, hogyha ha nehéz fiúk vannak a magyar csapatban, a szónak a legjobb értelmében, tehát olyan egyéniség, akik a világ sportjában is és fajsúlyosnak számítanak, és akár a Sport Illustrated címlapjára is fölkerülhetnek, tehát a Katinka vagy az Ár. Egyáltalán nem. Ugyanakkor tudomásul kell venni, és azért könnyű erről beszélni, mert semmilyen negatív vagy rossz érzésű nincsen, hogy itt mindenki ugyanannyit ér. Uh-huh. Tehát nincs különbség, semmilyen a magyar csapat tagjai között nincsen különbség, hiszen hogy is lehetne. Itt ebben a műsorban, a Csisztus Podcastban különös nagy jelentőséget tulajdonítunk egy kérdésnek, ez pedig a társadalmi felelősségvállalás kérdése, ez a Charity rovat. Charity. Think wise. Share smart. A Charity rovat pedig arról szól, hogy amikor a sportéletben meghatározó személyiségekkel beszélek, vagy egy olyan vezetővel, aki tulajdonképpen meghatározó személyiségeket irányít, akkor mennyi figyelem tud jutni arra, hogy ezek a sportolók néha kitekintsenek, és mindazt a segítséget, jót, amit a társadalomtól kapnak mindenféle formában, abból valamit visszaforgassanak. Feladatta egyáltalán a BOB-nak, hogy felhívja a figyelmét a sportolóknak, akár a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. Igen, ezt a kérdést nem nagyon tesszük föl magunknak, mert egy kicsit úgy gondoljuk, hogy maga mi működésünk, mint civil szervezet, az erről a társadalmi fenntarthatóságról szól. Én azt hiszem, hogy aki a mi közelünkbe jön általában, az ezzel találkozik. Ha nem is küldünk direkt üzeneteket, mert nem ez a mi elsődleges dolgunk, de én azt hiszem, hogy a mi napi működésünk általában, ahogy az ügyeinket visszük, az abban visszaköszön, hogy ennek a társadalmi felelősségvállalásnak mi nagyon kiemelt szerepet tulajdonítunk. Igen. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad a Charity rovatban. Charity. Think wise. Share smart. Nos, hát akkor azért azt mondom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk arról, ugye, hogy a 125 évet most olyan látványosan nem lehet megünnepelni a jelenlegi pandémiás helyzetben, mint ami igazából jó lesne, de azért az, hogy ráfordult a csapat a jövő évi tokiói felkészülésre, akkor kérlek, mondj nekünk egy víziót, egy elképzelést, a mostani tudásod alapján milyen lesz a jövő nyári tokiói olimpia? Hát most nagyon izgulok, hogy jussunk el oda egyáltalán. Én azzal kezdeném, hogy aki beszél olyannal, aki a 64-es tokiói olimpián ott volt, én sok ilyennel beszélek, a nagybátyám például egy olyan volt, akinek az első olimpiája a tokiói olimpia volt, ők azt fogják mondani, szerintem mindegyik, hogy legyek ennyire megengedő azzal, amit én mondok, hogy ez az utolsó igazi
jó értelembe vett olimpia volt. Tehát amikor még csak a sport számított, amikor nem voltak, már Mexikóban 68-ban rátelepedett a félelem a terrortól, tehát ez egy igazi jambori volt még 64-ben. És a japánok emlékeznek, és nagyon-nagyon szeretnének egy olimpiát csinálni. Most erre van is egyébként a sors fintora lehetőségük, mert pont ebből a járványból nagyon szeretnék, hogy ez az olimpia ráncsa ki a világot. Tehát ez egy általános és a megfogalmazódó cél. Én azt hiszem, hogy hagyd legyek akkor konkrét a kérdésedre, hogy annak alapján, amit látok személyesen, meg amit érzékelek személyesen, az, hogy ez egy nagyon jó olimpia lesz. Tehát ez a Tokió egy nagyon jó hely, ezek a japánok, ezek nagyon tudnak szervezni, ezek 2013 óta dolgoznak ezen az olimpián. Most kaptak még egy évet. Jó, lesznek kihívások, amikkel most el tudják tölteni az idejüket, hogyha nincs vakcina, akkor hogy teszem be a nézőt, hogy zsilipeltettem. Meg fogják oldani, jó? Tehát az legyen teljesen világos, lesznek majd a nézőket érintő macerák, vagy nem, attól függően, hogy lesz-e kezelése a járványnak, de az olimpia meg lesz, és ez egy, én azt hiszem, hogy érzésében, a fölszabadultságban, amit hozni fog, egy nagyon jó olimpia lesz. Nyilván... Tehát akkor te most egy teljes értékű, full nézőházas, tényleg teli lelátós, klasszikus nyári olimpiát képzelsz? Én ma igen, ma ezt képzelem, mert olvasom a híreket, és azt olvasom, hogy holnap vagy holnap után, vagy két hét múlva a vakcina, és akkor vége az egész. Tehát én ezt képzelem, de lehet, hogy nem ez lesz. Lehet, hogy nem lesz full házas. Az olimpia meg lesz, és minden teljes értékű lesz. Most az, hogy minden második széken ülnek, vagy minden harmadik széken ülnek, vagy hőmérőznek, ezt nem tudom. Én nem ezt várom, de egyébként minden más tekintetben egy teljes értékű olimpiát várok, igen, abszolút. Sőt, ennek ugye az is feltétele, hogy már a kvalifikációs versenyek, tehát a nemzetközi versenynaptárak is helyreállnak. Én azt várom, hogy igen, ez teljesen rendben meg fog történni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó olimpia lesz, de hogy befejezzem a gondolatot, az, hogy mi onnan, hogy jövünk haza, az természetesen, te meg én, meg mindannyian, a magyar csapat eredményének függvényében fog majd változni. Akkor... Én nagyon bízom abban egyébként, hogy e tekintetben is boldogok leszünk, és maradéktalanul. Tehát, hogy a 2021-ben ugyanitt a Csisztus Podcastban beszélgetünk, akkor milyen lesz a hangulatod? Hogy akkor jó lesz. Nekem valószínűleg jó lesz a hangulatom, ez egy ilyen személyiségjegyem, de én azt hiszem, hogy akkor visszatekintünk, és azt mondjuk, hogy igen, ez rendben volt. Ezt vártuk, és az született. Mert azt, hogy most jó vagy nem jó, azt persze lehet innen-onnan nézni. A realitásokat próbáljuk fölmérni, és reméljük, hogy azt fogjuk tudni hozni. Igen. Na legyen így 13 legalább az érmek száma, és abban minél több legyen ragyogó. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és átbeszéltük ezt a komoly és nehézségekkel teli esztendőt, azt gondolom, hogy erre sort kellett keríteni, és nagyon bízom benne, hogy ez az út, amit itt fölvázoltál, ez tényleg hasonlóan ígéretesen egy csodálatos 21-et hozzád, és egy kicsit ki tudunk szabadulni ennek a pandémiának a fogságában minden szempontból. Köszönöm szépen. Nagyon jól éreztem magam, köszönöm. Én meg köszönöm mindazoknak, akik a Csisztus Podcast ezen epizódját végignézték. Azok, akik a tévés verziót látták, azoknak mindenképpen ajánlom, hogy nézzék meg a Csisztus Channel YouTube csatornán ennek a beszélgetésnek a teljes verzióját, hiszen számtalan első kézből származó kulisszatitkot tudhatnak meg Kulcsár Krisztiántól, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől, és hát természetesen ennek a beszélgetésnek a hanganyaga az összes podcast felületen is meghallgatható. Köszönöm, hogy velem tartottak, remélem találkozunk legközelebb is. Viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andreának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az Emmy és a Charity támogatását. A Charity applikáció letölthető a Play áruházból. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni. Ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Bargának, az ékszerekért a Sophie Molnár Designnak. A helyszín, ahol forgattunk, a Párizsi Udvar Hotel Budapest. A Párizsi Udvar építészeti, iparművészeti kincs.
Ornamentális részletei, díszei a saját korában is elkápráztatták a látogatókat. A kiváló lokáció és a tökéletes enteriőr folytán luxusszállodaként eszményi otthont adhat a világ bármely tájáról érkező vendégnek. A tervezők célja az volt, hogy az itt eltöltött idő egy olyan elvarázsolt világélményét nyújtsa, ahová mindig visszavágyunk. Az épület legdíszesebb, leglátványosabb része a passzázs, itt kapott helyet a szálloda étterme, a Párizsi Passzázs Café & Brasserie is. A felújítási munkálatok során 85 ezer munkaórát vett igénybe a kerámia díszek restaurálása, amelyben 100 szakember vett részt. Végül 250 ezer zsolnai elemet sikerült helyreállítani, ami 3000 négyzetméternyi homlokzati felületet jelent.